Szevasztok! Szevasztok! A mi kormányunk arra kérni a magyarokat, hogy nyissák ki a szívüket és értsék meg, hogy amikor a szemébe néznek sok ezer vagy százezer földönfutónak, akkor ezekben a szemekben önmagunkat láthatunk. Családjainkat, gyermekeinket, szüleinket. Ez a kormány hazudik. Ez a kormány talán életében először európai normákra hivatkozik, hogy azért védi a határokat. De egyik nap megveri őket, másik nap buszokkal szállítja a horvát-osztrák határ között. Ez a kormány nem az oly sokszor hangoztatott keresztényi irgalom és megbecsülés kormánya, ez a kormány az ördöggel cimborál. Azok az emberek, akik itt vannak, azért jöttek el, hogy tiltakozzanak a ma elfogadott törvény ellen. Adon törvény ellen, amely béke időben a Magyar Honvédség bevetését engedi meg. A színházba járó közönség pontosan tudja, hogyha egy puska ott van az első felvonásban a színpadon, az a puska nagy valószínűséggel el fog sülni. A Magyar Honvédséget arra képezték ki, hogy konfliktus esetén használja a fegyverét. De itt alapvetően egy elkeseredett, én nem állítom, hogy minden tagjában békés, mert meggyötört, helyenként becsapott és remény nélküli emberek sokasága is van közöttük. Ezekkel szemben a honvédséget bevetni nem egyszerűen tisztességtelen, hanem emberiesség elleni büntet. Azzal vádolom Orbán Viktor kormányát, hogy emberiesség elleni bűncselekmény előkészületét hajtja végre. A kormány nem tudja megvédeni az országot, mint ahogy nem védte meg a kerítésem az országot. Megvédik szerdán, megvedik az embereket, majd csütörtökön meg pénteken saját eszközeikkel szállítják a menekülteket. Ez a kormány Európára hivatkozik, de mindeközben saját közös európai problémánkat úgy kívánja megoldani, hogy az egyik határól a másikra tereli az embereket. Én tudom, hogy a magyarok félnek a hozzánk Európába érkező sokaságtól. Tudom, hogy nagyon sokan attól tartanak, hogy a más országokból, más kultúrát helyenként, másik vallást képviselő és nyilván más nyelven beszélő sokaság kihívás jelent az európai kultúra és a magyar kultúrával szemben. Ez hazugság. Hazugság akkor is, hogyha a hazugság által gerjesztett félelem sokunkban itt van. Ez a kormány egy erős Magyarországról beszél. 10 milliós erős történelmi nemzetről. De kérdezem én, erős az a nemzet, amely ha 10 milliónyian számolják, akkor megijed 2-3 ezertől, aki hozzánk érkezik és segítséget kér. Egy ilyen nemzet nem erős, és a vezetői sem erősek. Egy ilyen nemzet arról tett tanúbizonyságot, hogy kisebb rendőrségi érzése van és fél. De nincs oka félni Magyarországnak. Nem beszélni kell a történelmi magyar nagyságról, nem úgy kell viselkedni. Magyarország nagyságát a cselekedetei, nem pedig a szövegei bizonyítják. A cselekedetei pedig most egy önmagában is elbizonytalanodott, egy önmagától félő országot mutatnak. Mi azokkal vagyunk együtt, akik képesek saját félelmeinket legyőzni. Ez a szólásszabadság. Örülünk annak, hogy nem úgy, mint a szocialisták, merünk emmel szavazni és nem sunnyogunk. Újra és újra azt tudom mondani, hogy a legalapvetőbb kérdésben, élet és halál dolgában, tisztesség és tisztességtelenség dolgában nem mernek egyenesen kiállni, azok
nem lesznek képesek vezetni a demokratikus sokaságot. Ha így lesz, azt fogjuk megmondani, lesz olyan párt, amelyik erre alkalmas. A demokratikus koalíció. Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek ma, hogy megmutassák ennek a világnak sok jó lelki, tisztességes magyar életben a hazában. Most nagyon remélem, hogy ezeknek az embereknek a hangját akkor is meghallja a magyar kormány, hogyha ugyan nem fogja ez meghatni őket. Hálás vagyok nekik, mint azoknak a civileknek, akik megmutatták, hogy van még tisztességes érzés a magyar embereknek, és bizalmat, fedél, ételt és italt adtak nagyon sokat. Kérem, hogy vigyék el a hírt a világra, hogy létezik egy európai Magyarország is, amely nem keletre néz, egy törzsi, önmagába forduló világba, mert tudja, hogy mit jelent a nyugati világ az antikvitással, a felvilágosodással. Mit jelent mindaz, amit az utolsó jó néhány száz évben, vagy antikvitásig visszamenőleg 2000 évben mi összevett. Ez a párt a demokratikus koalíció, amelyek támogatói ma kordont vonnak a magyar parlament köré, a tisztesség, a humanizmus, az európai ság kordonja. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tessék parancsolni! Bám! Szevasztok! Gyertkád van! Nekem még azt nincsen, de ti majd gyűjtsák! Köszönöm! Ó, drágat már! Honnan vagytok? Mert három fél jöttetek? Hát milyen kicsisek vagytok? Most oda! Köszönöm.
köszönöm, hogy eljöttek. Elnök úr. Szevasz, csinálom. Jól vagy, tudod? Hallom, hogy ott küzdelem van. Küzdelem van, igen. Hallom. Szevasztok, híres emberek. Küzdünk, köszönöm a szívemet. Nyomjuk, gyerekek. Mi már találkoztunk egyszer. Sokkodom. Hajrá. Nem kérlek? Nagyon jó meleg. Jó meleg. Hogy bírja? Jól érzem. Figyelek, és nem van. Akkor Rizskó Gáspár. Éva, nagyon jó vagy! Jó dolog hátra! Érted, de hogy nem miért. Restaurant, il y a une prise très chère.